Jó napot kívánok! Talér Edina kollégámmal köszöntjük Önöket. Sziasztok! Jó napot kívánok! És János vagyok, és arra gondoltunk, hogy megnézzük azokat az újságokat, hagyományos nyomdai termékeket, amelyek itt Újbudán megjelennek, és amelyhez gondolom már annak is hozzáférnek. Tudod, mivel kezdem, Edina? Mivel? Vajon? Pont magazin. Neked mi tetszett benne a legjobban? Minden. Oh. Nekem a kedvenc rovatom egyébként a fotósunknak a rovata, a képriport, az mindig nagyon, nagyon közel áll hozzám, és szerintem a címlapunk az most nagyon menő lett, bevállaltuk azt, hogy fekete-fehér. Na várjál, nézzük meg erre a képriportra, gondolsz, hogy ilyen életképek? Igen. Életképek, oké. Okay. Igen. Ebben az a jó, hogy tulajdonképpen ez ott van a mi szemünk előtt, csak nem mindig vesszük észre, hogy ilyen érdekes. Igen, és ő mindig ezt csinálja, hogy megbeszéltük az elején, amikor kitaláltuk ezt a rovatot, hogy rábízom, hogy mit akar elmesélni, és amikor megvannak a képek, akkor írok hozzá egy kis szöveget. Tehát, hogy tulajdonképpen ő mutat nekünk egy történetet, és mi csak így magyarázatot írunk hozzá. Uh-huh. Szerintem ez egy izgalmas rovat, de mondom, mindegyik a kedvencem, van egy másik kedvencem, ugye a novella rovat, ahol kortárs írókat kérünk meg egy-egy tárca novella írására. Nem túl sok instrukciót adunk hozzá, most Csikós Attila írt egy elég megrendítő, izgalmas novellát, nem tudom, hogy ezt elolvasta, de mindenkinek ajánlom. Én azok közé tartozom, akik olvasnak még. Mondtad a címlapot, most ez nagyon kínos lesz, de én nem ismerem Molnár Gusztávot. Ki ő, mit kell róla tudni? Vagy eddig nem ismertem. Hát a B32-ben, ha jártál volna, amikor még be lehetett menni, nagyon sok darabban láthattad volna őt. Népszerű sorozatokban is látható a tévében, illetve rengeteg alternatív színházi előadásban ismertő, egy elég fontos értéket képvisel, hogyha a színészetet, illetve a művészetet, mint szabadság szinonimáját említjük. Most ezt nagyon diplomatikusan fogalmaztam meg, el kell olvasni az interjút, és nagyon sok mindent meg lehet tudni róla. És vártam, hogy hát a feladod nekem a kérdést, de nem, akkor én megkérdezem magamtól, úgyis nekem is. Én Závada Pali barátom új könyvéről, két új könyvéről írtam benne. Az egyik a Wanderer, amely Budaörs története, főleg a 45 előtti időkről, de egy ilyen fényképes történet, és szerintem annyira krúd is a dolog, hogy csak na egyes részeit krúdik könyörög a receptért. A másik az pedig egy nagyobb vállalkozás, négy magyar író folytatta az ember tragédiáját. Voltak, akik így azt mondták, hogy lehet az ember tragédiáját folytatni, de hát manapság minden folytatásos, nem? Minden regény. Tehát, hát minden sorozat folytatni. Na miért pont az ember tragédiája nem lehetne? Egyébként jobb időkben Székesfehérvárot a Vörös Marti Színházba adták elő. Azt hiszem a főpróbáig jutottak el a vírus miatt, és egy jobb időben majd előadják teljesen, de könyvben megjelent, furcsa vállalkozás. De ha már itt tartunk, bocs, hogy belevágtam a szavadba, de hogyha már ennél a szövegnél tartunk, akkor ez azért is izgalmas, mert ahogyan feldolgoztad ezt a témát, amiről most beszélsz, az is eléggé rendhagyó, tehát nem feltétlenül érzi rögtön az olvasó azt, hogy most egy interjú pozíciójában van, és kérdező lenne, és egy válaszoló lenne, vagy nem azt érzi, hogy egy könyvkritikát olvas, hanem meglehetősen ilyen személyessé válik a szöveg tőled. Ja, mert hogy arra jöttem rá, hogy Krúdi Gyula és a dédnagyapám egymás mellett laktak, jó nem 11. kerület, 7. kerületben a Király utcában, és körülbelül egy időben is, hát, és ügyességgel egy időben is élettek, és találkoznak az utcán, és megbeszélik ezt a könyvet. Annyit mondj még, hogy hol lehet ezt a Pont magazint most így vírus idején elérni, mert most mindenki rázízen, amit biztos vagyok. Igen, minden olyan helyen, ahol eddig is megvolt és nyitva van, ott lehet keresni, de lehet keresni akár a Mon Parkban, az Alléban, megtalálható. Például tegnap nagyon örültem, én lementem itt a házunkban, Fehérvári úton lakom, és lementem egy kis boltba, és ott is volt Pont magazin, tehát mivel sok kávézó bezárt,
és oda nem tudtuk tenni, ahova csak a terjesztők itt Új-Budán tehetik, ott megtalálható az orvosi rendelőkben, a közösségi házainkban, az önkormányzaton, szóval szerintem én bízom benne, hogy belebotlik az, aki meg akarja találni. És szerintem az interneten is le lehet tölteni? PDF? Igen. Az interneten is lehet, van egy honlapunk, pont magazinra rákeres, nem csak a mostanit, hanem visszamenőleg 5 évig bármelyik számunkat elolvashatja. Micsoda lehetőségek. A másik, amiről beszélni szeretnénk, az az újságunk, az Új Buda újságunk, amelyik 2 hetente jelenik meg. Az a hozzájutás egyszerűbb, mert jó esetben a legtöbb postaládába Új-Budán bedobják, vagy a kapu alá kiteszik, tehát hozzáférhető 80 ezer példány fölött jelenik meg, úgyhogy szerintem az összes magyar nagypolitikai napilap együtt nem jelenik meg már 80 ezer példányban. Sok emberhez jut el. Te voltál olyan kedves, és végig is böngészted. Na, mik a kedvenceid benne? Hát nekem nagyon tetszik ez a címlap, nem tudom, meg tudjuk-e mutatni. Amúgy is az Új Buda nekem a műfajában, ez nem titok, ez sokszor szóvá is teszem. Ez a Új Buda nekem a kedvencem, a címlapjait imádom. Most is úgymond meglepő, vagy rendhagyó, hiszen egy római kori katonát látunk teljes életnagyságban, nem véletlenül, mert a fókuszban ebben a számban arról olvashatunk egy elég nagy és átfogó anyagot, hogy nem csak az Aquincumban, hanem itt Albertfalván is volt annak idején egy katonai tábor, jó mondjuk 600 fős körül. Lehet, hogy abban az időben soknak számított. És erről láthatunk egy nagy, vagy olvashatunk egy nagy összefoglalót, és egy interjút is az ásatás vezetővel, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom. Szerintem egyszerre szórakoztató, és azért sok újat is mondott nekem például, úgyhogy ez a címlapon kezdődik el, aztán folytatódik benn. Ez szintén a címlap, ugye Új Budáról van szó, tehát azért a fő feladatunk az, hogy az új budai közéleti és mindenki számára. Bocsánat, hogy közéljük, csak néhány képünk van. Néhány eredeti képünk érkezett a római korból. Te amúgy ezt tudtad? Hogy itt Albertfalván is volt? Ne éges, nem. Én se. És itt lakom Albertfalva határában is, én se tudtam. Aquincumot tudtam, meg tudtam, hogy valahol itt volt a Limes és a Római Birodalom vége, de hogy Albertfalván egy ilyen komoly tábor volt, és ezt a kutatók csinálták, ezeket a képeket, már nem úgy, hogy oda mentek és vissza az időgéppel, bár szerintem olyan ügyesek, hogy azt is meg tudták volna csinálni, hanem egy filmet készítettek, és az információk alapján, amit kiástak a tudásukkal, nyilván a szakirodalomból, egy ilyen 3D-s programmal fölépítették ezt a tábort, és egy filmet is csináltak róla, amit majd biztos azt is előbb-utóbb megmutatjuk, és ezeket a képeket mutatják meg róla, hogy így kell elképzelni, tehát hogy ez itt a időszámításunk szerinti 70-től 200-ig, talán, ha jól emlékszem, volt ez a tábor, tehát most már lassan 2000 évvel ezelőtt, majdnem 2000 évvel ezelőtt, már ilyen elég komolyakat tudtak építeni akkor is Új-Budán. Úgyhogy ezek a képek vannak. Ez volt a kis színes, illetve a nagy színes és a szórakoztató része, de azért nagyon-nagyon sok fontos információ van most is az Új-Budában. Több nagy anyagot te készítettél el, ugye még mindig a járvány a legfontosabb kérdés az életünkben. A polgármester úrral készítettél egy nagy interjút, amiben többek között az oltásokról is szó van, de miről még? Hát az oltásokról is szó van, mert hogy kihasználtuk azt a lehetőséget, hogy a polgármester itt a 11. kerületben eredeti szakmáját tekintve orvos, egészségügyi szervező, több intézményt, kórházat vezetett, tehát hogy lehet valami fogalma a dologról, hát ő is többek között azt mondja, hogy nagyon fontos lenne a bizalmat elnyerni, az, hogy az emberek bízzanak abban, hogy az oltások valóban hatékonyak, de hát ehhez olyan kommunikáció is kellene, és nem kellene őket átejteni, vagy olyan dolgokat mondani, amelyek esetleg nem igazak-e. És hát nyilván az egyik legégetőbb kérdés, nem gondolom, hogy erre a polgármester tud válaszolni, hogy vajon az orosz vakcinát
engedjük-e beadni magunknak, hogyha így közelít a orvos a tűvel. Ez az egyik, amiről beszélünk, a másik sajnos az a költségvetés, hogy a kormányzati megszorítások miatt, és ez a címlapanyag is baromi sok pénzt elvesznek Újbudától, és honnan lehet ezt megspórolni. Ráadásul ugye több önkormányzat különféle utómódon visszakapott pénzeket, hiszen tudjuk, hogy az iparűzési adót elvették, a parkolási díjakat, ezt-azt, de hát érdekes módon azok az önkormányzatok, amik pénzt visszakaptak, szinte kivétel nélkül, sőt kivétel nélkül fideszes önkormányzatok. Egyébként ezek egy ilyen összefoglalók, de hát a teljes interjú ebben az esetben is az Újbuda YouTube TV csatornáján, vagy pedig az újbuda.hu oldalunkon megtalálható. Na, mondj még valami jót. Szerintem az is nagyon fontos, és a jó hír kategóriába tartozik, hogy aláírásra került az első nagy megállapodás a déli körvasút ügyében, és annak ellenére, hogy elég ez egy megörökölt projekt volt, elég jó pozícióba tudott kerülni Újbuda önkormányzata a tekintetben, hogy az itt élőknek az érdekeit tudja képviselni. Nem régen írták alá ezt a megállapodást. Ehhez kapcsolódva látunk majd, nem tudom, hogy ezt meg tudod-e mutatni, hanyadik oldalon van? Ez a negyedik oldalon van. Egy kis színes tervet is látunk arról, hogy alakul mondjuk a zöld koncepció, és hogyan tudunk ebben mi részt venni, nem tudom, hogy ezt megtaláltad-e. Mert ugye kiemelt kormányzati beruházásról van szó, és ahhoz képest, hogy meg van kötve az önkormányzat keze, meglehetősen jó pozícióban, ugye jó együttműködést sikerült aláírni, úgyhogy bele tud szólni, illetve tudja érdemben is érvényesíteni az itt élőknek az érdekeit. Itt a zajra gondolok, a zöldesítésre. Erről is van egy videóanyagunk. Bakai Nagy Zitával beszélgettünk a zöld koncepcióról, úgyhogy a YouTube-on is ez az. Megvan mindegy. Ebből még biztos, hogy lesznek konfliktusok, mert akármilyen gondosan készítenek elő egy ilyen nagy beruházást, és akármennyire felfogja az ember, hogy az érdek, hogy a vonat közlekedjen és legyen vasúti közlekedés, amely hosszabb távon nyilván környezetet is védi, hát azért mégiscsak az ott lakóknak ez nem lesz egy fáklyás menet feltétlenül, sőt, az a kérdés, hogy mit lehet tenni azért, hogy a lehető legjobban megússzák ezt a dolgot ők is, tehát ne az ő kárukra legyen jobb az összes többieknek. Én még egyet földobhatok, egy témát ebből az újságból. Utána én még egyet, és akkor jó, várjál, hát ez az, küzdjünk meg érte. Jó, én a Paur Zsófi galériáról szóló beszélgetést nevezni meg, hogy így szépen egymás alá adjuk a lovat, vagy a labdát, dobáljuk egymásnak. Ez egy nagyon népszerű galéria, közel ugye a Móricz Zsigmond körtérhez, de Móricz Zsigmond körtérhez, a Gellért térhez, a Bartók Béla úton, és tulajdonképpen az a kérdés sem, hogy mit csinál a szél, amikor nem fúj, szóval mit csinál egy galéria, amikor nem nagyon lehet sajnos most nyitva a ismert okokból. Hát, aki Zsófit ismeri egy kicsit, és már pedig sokan vannak, mert Zsófi nem csak a saját ügyeit és a saját galériáját és a saját képzőművészeit menedzseli, úgymond, hanem nagyon aktívan részt vesz Újbuda kulturális életében is, amikor van, mármint, hogy élőben is van. Szóval, aki őt ismeri, az tudja, hogy nem sok olyan akadály van, amire ő elengedni a műszert, és azt mondaná, hogy akkor ennyi. Most is kitalált egy kiállítást, amiről most írunk, ugyanis mivel ő árulja ezeket az alkotásokat, nyitva tarthat. Úgyhogy, ha van kedved, ezt komolyan meg lehet nézni most is, nyitva tart a galéria. Most egy képzőművész és egy designer, ez volt a hívó gondolat, ementén készítettek, ezt is meg lehet majd nézni videón is, akit érdekel, készítettek kiállítást, egymásra reflektálnak a művészek,
akár egy képzőművészeti alkotás kapcsán egy bútor álmot csinál meg egy designer, vagy egy műalkotás kapcsán képi világában, színeiben hasonló ruhákat csinál meg egy másik designer. Szóval, hogyha oda most bemész, akkor nem olyan, mint amilyen szokott lenni, de egy különleges világ fogad. Ez az egyik, ami nagyon izgalmas szerintem. Olyan a másik pedig az, van, hogy elmond a másik tuti dolgodat. Ja, az csak egy ilyen kulturális ajánló, de még annyit szeretném mondani a Zsófiékkal kapcsolatban, hogy ők is, de ez egyébként az újbudai kulturális intézményeinkre jellemző, hogy azért nem engedték el a műszert, tehát online nagyon sok programot próbálnak ajánlani. Zsófi például azt találta ki az elevenedés címszó alatt, hogy megmutatja a képzőművészeit egy kicsit közelebbről, és akkor online el lehet érni, rá lehet keresni. Tulajdonképpen ez a vírus helyzet, ez mondjuk ilyen szempontból kedvez az individuumnak, mert amire amúgy nincs idő, mert csak a terméket akarjuk megmutatni és továbbvinni vagy menedzselni, most van egy kicsit idő a művészek személye mellett is elintőzni, igaz, hogy csak online, de van. Na, de a másik, amire kapsz még egy percet. Jó, csak annyit akarok mondani, hogy a, nem tudom, hanyadik oldalunkon, az újság közepén, a 10. oldalon, ott rengeteg program van, amit a bezártság ellenére is, nem tudom, irodalmi, könyvajánló, hova érdemes kirándulni menni, milyen online események vannak, szóval, hogy ajánlom mindenkinek, én magamból indulok ki, hogy néha nagyon fáradtan ébredek, és azt mondom, hogy na ez a nap is olyan, mint a többi, borzalmas ez a monotonitás, de azért ez az. Tehát azért az újságunk és a kerületünk is igyekszik azon dolgozni, hogy ne legyen minden nap monoton nap, lehet itt azért szemezgetni, és lehet ezt-azt kipróbálni. Igen, mondjuk nem ma kell kirándulni, mert -10 fok van, de... Vagy jól föl kell öltözni. Akkor tehát egyrészt papíron az Új Buda újságot a legtöbb új budai szerencsésen megkapja, a Pont magazint picit vadászni kell, de az is elérhető, és mind a kettőt szerintem az újbuda.hu oldalról meg tudják találni. Igen. Köszi szépen! És ami még fontos, ugye az, ahol most is vagyunk, szóval, hogy videón azért mindenféle izgalmas anyagot lehet találni részletesebben is, mint az újságban, vagy az újság híreire reflektálva, az Új Buda TV-n azért nagyon sok anyagot meg lehet találni, úgyhogy ezt is nézzék, kedves nézők. Azt a trükköt vetjük be, hogy az Új Buda TV-ről meg írunk az újságban, és akkor így körbeérnek a dolgok. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Szia János, viszontlátásra! Köszönöm.